A versenyt már tavasszal megrendezték volna, akkor azonban a vírus megjelenésével másik időpontra tették át a bajnokságot. Mivel a járvány miatt ez is bizonytalan, a szervezők az online versengés mellett döntöttek. Az idén vállalkoztunk először arra, hogy a mazsorettekkel egy komolyabb megmérettetésen vegyünk részt, és rengeteg szabályt kellett betartani, illetve szabálynak kellett megfelelni ezen a versenyen. Nagyon sok mindenre kellett figyelni, hogy most az online versenyzés miatt, ami egy nyílt versenyen nem lett volna. A nagykanizsai tánciskola két csoportja indult a versenyen, szenior és junior kategóriában. A szenior 8 fős csapata 4 produkcióval készült, a junior kategóriában pedig 9 fő vett részt, egy duóval, egy csoporttal és egy mini csoporttal készültek a táncosok. 2015 óta táncolok a Szánszba, és nagyon szeretem, és ugye a haladó csapatban vagyok. Nagyon szeretem, most ugye egy ilyen két pomponos koreóval készülünk, meg egy duóval. Bár a szokásostól eltérően készültek fel a gyerekek a versenyre, bíznak a jó eredményben.